Folytatjuk a, ahogy a, címünk, a cím, címe is a mai Siúrnak mutatja, folytatjuk a filinnel való foglalkozást. Egy kis frissességet ad, hogy most egy kicsit uh, rátérünk erre a témára. Ugye hogyan volt a, egyáltalán hogyan került, mi a kontextus, hogyan kerültünk ehhez a témához, a filinhez, az imaszíhoz, amikor itt a Éruvinról van szó. Ugye úgy, hogy tegnap arról beszéltünk, hogy mi van az a kezőt a tízes fejezet, hogy mi van akkor, hogyha találok egy filint az utcán. Mit lehet csinálni? Ugye vinni nem lehet, de nem szeretném, hogy a filint ellopják, tönkre tegyék, meggyalázzák, és így tovább, és így tovább. <tosz> és ön azt mondta a misna, hogy semmi gond, az filint föl lehet venni, és ruhaként be lehet vinni a házba. De mondjam, Liel azt mondta, hogy, ja, azt is mondta Tának az első véleménye a Mistának, hogy ezt, e, ha több filint találok, akkor mm, egyesével lehet csinálni, vagy párosával, tehát hogy kézre való, való egy párt filint lehet egyszerre bevinni, és aztán visszajöhetek, és újra, vissza, oda, vissza, oda, vissza, oda, vissza, és így e, vihetem be a filineket. Remogám Gamliel azt mondta, hogy nem. Remogám Gamliel szerint egyszerre e, két filint vihetek be. És azt próbáltuk megérteni, hogy milyennek a vitának az oka. Tegnap több megközelítést is mondtunk. Tehát mi annak a vitának az oka, hogy a e, filmből egy párt vihetek be egyszerre, vagy két párt vihetek be egyszerre? Mi múlik ez? És a következőt mondtuk. Ha azt mondom, hogy, filmsz, e, hogy hogy a, ö, ugye a szombaton még, ö, még egy kis a, 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 alapozás. Tehát, hogy szombaton nem kell filintenni. Ma mai nap arról is részletesen fogunk beszélni, hogy miért nem kell filintenni szombaton, de tegnap csak úgy mondtuk, hogy szombaton nem kell filintenni. Attól még, hogy nem kell szombaton filintenni, ettől még ö, lehet, hogy a szombat az a filinnek az ideje. Szerintem, hogy ez nem egy teljesen nem létező dolog szombaton ez a micva, csak nem, esetleg nem kötelező. És azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy ez a vita, hogy a vita az arról szól, hogy a, a, a szerint a szombat az a szombaton is van finim mitzvája, és ezért a filinből csak egyet lehet vinni, és nem lehet vinni kettőt, mert ha a szombaton a tfilinnek az van az ideje, akkor csak egy, egy, egy fér bele. Ugye egy, a Tfilimnek azt egy tfilinnel tudom megtartani. A, és a, a Rában szerint pedig a szombaton nem, nem, nincs ideje a tfilinnek, nem, nem, nem kötelező a mitzvája a tfilinnek, és ezért lehet vinni kettőt is. Miért? Mert ruhaként tekintek a filinre. De hova lehet tenni a filint? Ennek megvan a maga helye. Azt mondtuk, hogy a filint lehet tenni ide a fejre való filint, és a bicepsre a kézre a karra való filint. Hány filint fér el a bicepszemen és a... Öm, hogy mondták? Kutacs? Az volt a neve? Kutacs. kutacs. A kutacsomon kettő-kettő. És ezért mondta a magam hogy, hogy lehet vinni kettőt. Akkor ha úgy tekintek a filinre, mint ruha, akkor oda vehetem föl a ruhát, ahova annak a ruhának helye van. Hol van a filin helye? A kutacsomon és a bicepszemen. A kutacsomon és a bicepszemen két-két tfilin -két fér Ha azt mondom, hogy a tfilin az micva szombaton, akkor a micvában csak egy tfilint egy lehet föltenni, és ezért akkor egy tfilint lehet fölvenni. Ez, az, ez volt az egyik lehetősége a vitának. Aztán volt egy másik lehetősége, és az arról szólt, micva szlichaszka van -e vagy sem, hogy a szándék számít-e. És ezt a következőképp mondtuk, azt mondtuk, lehet, hogy mindannyian egyetértenek, hogy a finin, az kötelező szombaton, ez a micva szombaton. És az a kérdés, hogy én fölveszem a tfilin, de nem azzal a szándékkal, hogy a micvát megtartsam, az a szándékkal, hogy hordjam, az a szándékkal, hogy kivigyem a, vagy a közteletről bevigyem a magántehetre akkor itt a szándék a micva megtartásához nem volt meg. Ennek dacára olyan, mint hogyha a mitzvát tartanám, és ezért csak egyet lehet fölvenni, vagy mivel a micvatartáshoz kell szándék, ezért itt, ö, és én nekem nem, a szánd, nem az volt a szándékom, hogy a mitzvát tartsam, ezért tekinthetek rá úgy, mint ruha. Érthető vagy, még egy kicsit kell, egy kis bemelegítés kell, jó, jók vagyunk, oké. Okay. Itt tartottunk tegnap, és most megyünk tovább, és további lehetőségek lesznek, hogy hogyan lehet magyarázni a vélemény különbséget, tanakama, mi is a első véleménye, és rábangam lél között. Azt mondja Talmud, a a 96-os lap tetején tartunk. Ibai széma, de kulálma, lace és lajbaika van, Láve Mission Báltai, szívke mi flogi, de tának a szava, Láve Mission Báltai, szívbaika van, remélem, hogy a Láve a mertünk még tovább. És azt is mondhatjuk, hogy valójában, Mindenki egyetért azzal, hogy a micva teljesítéséhez nem kell szándék. Magyarul, ha én fölteszem a finint és szombaton micva a tfinin fölrakása, akkor teljesítettem a micvát, akkor is nem az volt a szándékom, hogy a micvát Hogy a finint föltegyem. Nem kell szándék, ebben mindenki egyetért. De ettől még e, miért ne tehetnék föl két finint? Oké, okay, megtartottam. Egy, mitzvát, egy, egy egy hogyjákkal egy filinnel megtartom a viccvát, és akkor mi a van, hogyha kettőt teszek, hogy kit érdekel? Mi lehet a probléma az, hogy kettőt rakok föl? Nú? Hát azt mondtuk, hogy éppen, hogy elfér. Két, két filinnek ö, pont van, van, ott hely. Ki, kit zavar, hogy két filin teszek föl? Mert akkor? Nem. Nem, de nem középen kell lenni. A középen kell lenni azért van, mert van ez a rész, és ebben a részben kell, hogy legyen. A legjobb az, a középen van. De kicsit csúszott félre, és még benne van ebben a részben. Akkor az jó? Mi a probléma? Mi a gond azzal a két Oké, okay, mit micva. Fine. És a micva az egy. És kit érdekel, a kettőt veszek föl? Mi, kit érdekel? Van egy olyan mondat a tórában, ne védj el, és ne is adjál hozzá. Ugye? Ha a micva az az, hogy egy filint kell föltenni, akkor nem lehet két filint föltenni oké, okay. és itt jön be a vita. A kérdés az az, hogy ahhoz, hogy én megszegjem a báltoj a ne tegyél hozzá parancsolatát, ahhoz kell szándék, vagy nem kell szándék? Ez a kérdés. Az egyik vélemény azt fogja mondani, hogy szándék nélkül is megszegem a báltoj a ne hozzá parancsát. És azért hiába én nem azért vettem föl két filint, mert én azt gondolom, hogy két filinnel akarok mit tartani. Sorry, de a micva az egy, és most micva ideje van a, a, filinnek, és te helyett kettőt vettél föl, akkor ezzel megszegted a netégy hozzá. Ez a tának káma véleménye. De meg a lél meg azt mondja, hogy nem. Ahhoz, hogy megszegjem a báltai szív, a netégy hozzá parancsát, az kell, hogy legyen a szándékom, hogy meg akarom szegni a báltai szív parancsát, a netégy hozzá parancsát. És mert nekem nem az volt a szándékom, hogy két filint tegyek föl, mert azt gondolom, hogy két filin a micva hanem azért, azért tettem föl két filint, hogy megmentsem a sábeszkor, ezért semmi probléma. Ez is lehet egy lehetséges magyarázata a Ravongam Liel és a bölcsek vitájának. És Timt? Mehetünk tovább? Iba és Széma, Ides Fidelan, Sábezmán, Finin, Hudakul, Álmos, Lai Lávar, Bajka van, Lai Lacez, Bajka van, Aha, Belávös, Lai Bizmán, és Ehm. Azt mondja a Talmud, hogy mehetünk még tovább. Mehetünk, ma magyarázhatjuk még, még komplikáltabban ezt a. Ugye most már ez a negyedik vagy az ötödik variáció, hogy hogy magyarázzuk a vitát Tanakám és a bölcsek között. És azt mondja a Talmud, mondhatom azt, hogy mindenki egyetért abban, hogy a szombaton mit szvat Mindenki egyetért abban is, hogy ahhoz, hogy a mitzvát teljesítsem, és ahhoz is, hogy me megszegjem a ne hagyj hozzá, és a nevégy ne és és ne hagyj hozzá parancsát, nem szükséges a szándék. A kifejezett szándék nélkül is egyrészt tudom teljesíteni a mitzvát, másrészt még akár meg is tudom szegni a ne tégy hozzá parancsát. Itt arról szól a vita, hogy a ne tégy hozzá parancsát azt csak akkor tudom-e megszegni szándék nélkül, hogyha az, amit csinálok, annak a kifejezett kötelessége azon a napon van. És mivel szombaton eh, le, eh, nem kötelező a tfinin, mit szó finin, nem kötelező, ezért megszegem -e a ne hozzá parancsát, akkor, hogyha két filint veszek fel, vagy sem. És erről szól a vita. Azt mondja, a Talmud, ez nem jó. a mézzug, nem namilaj akkor azt mondja a Talmud, akkor a Bimér szerint, aki szerint a mitzvát, nem mitzvat finint föltenni, sábeszkor, akkor ha egy finint vennék föl, már azzal is megszegném a netét hozzá, mert ugye csak hat napon át kell finint és én most hét, hét napon át teszek finint. E, és eleve akkor ez azt is jelenteni, hogy bármikor, amikor valamit csinálok, akkor, amikor nem kéne csinálnom, nem lenne kötelező csinálnom, és én mégis csinálom, akkor én megszegném a tetét hozzá parancsát? Megyünk egy példát. Például sminiát szeretkor a sátorban aludnék, vagy a sátorban étkeznék. Most idén a Covid-ra való tekintettel, sminiát szeretkor, pontosabban nálunk szimhát este, hol volt a kidus? A sátorban, ugye kint táncoltunk az udvaron, és hol volt a kidus? A sátorban. Meg már nem, nem volt kötelező a sátor, szimhát kor, már nem kötelező a sátor, Miért csináltuk meg? mert a Covid miatt. De ez alapján a vélemény szerint, akkor hiába nekem nem ez volt a célom, úgy tűnik, mint mintha én hozzátennék a micvához. Ami tilos? Megszegem a, a hozzátenni egy micváját. És ez, ez, nem logikus. Ez nagyon illogikusnak tűnik, hogy, hogy azért, mert nem kötelező a sátorban lakni csak hét napon át, és a nyolcadik napon is benne vagy, ezzel már megszegtem a netét hozzá. Nekem nem az volt a cél, hogy, hogy megszegjem. És ha most azt mondod, hogy azzal is meg lehet szegni a netét hozzá, hogyha é, valamit Túl teljesítek, de nem azzal a szándékkal, hogy teljesítsek, hanem valami más szándékkal, akkor az... értitek a problémát? Illetve, e, e, azt mondja Talmud, mert ha vártak, és a nina azt mondja, Ezért inkább fogadjuk el az első magyarázatot, és mi volt ugye az első magyarázat? Az első magyarázat az az volt, hogy e, e, szombaton kötelessége ad finin, vagy nem kötelessége ad finin. Ha a kötelesség a akkor egyet lehet vinni, ha, nem kötelesség, akkor lehet vinni kettőt is, mint ruha. Most innen fogunk áttérni arra, hogy tulajdonképpen a szombaton miért nem kell filint viselni. Ez lesz a következő néz, és utána át fogunk térni arra is ezzel kapcsolatos, hogy a nőknek miért nem kell filint viselni, és um, arra is, hogy éjszaka miért nem kell filint viselni. Ugye manapság a filint azt a férfiak a reggeli imához veszik föl, ha elmulasztották fölvenni, a reggeli imához, akkor legalább a nap lementeléig e, föl kell venni a filint. E, és elmondunk benne egy valami rövid imát. E, régen horták, ahogy mond, beszéltünk róla, horták egész nap, de nem éjszaka. A e, manapság azért nem hordjuk egész nap, mert a filinhez egy tiszta test kell, és tiszta környezet, e, és manapság e, az emberek nem tudnak ügyelni eléggé arra, hogy önmegtartóztatóak legyenek, és tisztaságban legyenek, és ezért nem hordjuk a szülint egész nap, hanem csak az imádkozáshoz, amikor az ember odafigyel arra, hogy ö, tiszta legyen. Oké, okay, akkor nézzük, hogy, hogy mi a helyzet. sem mátlé, és Most ugye azt mondtuk, hogy a Tának szerint a Tfilin kö, ö, mitzva szombaton, és ezért mondja azt, hogy csak egyet lehet fölvenni, és úgy megmenteni, és rá mondjam, Lél azt mondja, hogy nem mitzva szombaton. Okay. Mindannyian tudjuk, hogy tfilin nem hordjuk szombaton. De az általános vélemény az a nem Ki az a tána, ki az a mester, aki azt mondja, hogy a szombaton mit finin? Hol találunk ilyet? Most ezt fogjuk próbálni megtalálni. Azt mondja, a Talmud rabbi a kiva. Rabbi a kiva. Miért? Honnan tudjuk egyáltalán, hogy nem kell szombaton finint hordani? De tánya tanultuk egy rájtában. Azt mondja Mózes második könyvének 13-as fejezetének 10-es mondata. Szó szóval ott ugye a, arról, hogy tartsátok majd meg a Pészák parancsát, a kivonulást, a szédenestét, a fiaidban megkérdezik, hogy mi ez, akkor mondd el nekik, beszéld el nekik, ezért vezetett ki az örökkévaló Egyiptomból, stb. stb. És közgyelként a karodra, fejdiszként a homlokodra, a szemeid közé, és aztán azt mondja na Tóra, és a márta, ez a huka, az öszlő, jádomi, jomim, jomima. És tartsd meg ezt a rendeletet a maga idejében, napról napra. A következőt mondja erre a Brájta. Hogy kell érteni ezt a mondatot? Jomim, lejlé, lejlé, lejlé. Mit jelent az, hogy napról? Az azt jelenti, hogy nappal, és nem éjszaka. Jomima, az pedig azt jelenti, hogy Min napok, és nem minden nap, euh, tehát sábeszkor nem. Tehát ebből a mondatból tanulja abból, hogy azt mondja, hogy a maga idejében napról napra, mert egyrészt tudjuk, hogy nappal igen, és éjszaka nem, másrészt tudjuk, hogy nem minden nap, hanem csak hétköznap. Oké? Okay? Divrei rabbi lili? Ez rabiasziak lili magyarázata. De a kiva azt mondja, Löj nem már hukazú, ellen lényen pénzek vád. De abban, a kivas szerint ez az egész mondat, hogy tartsd meg ezt a rendeletet, mire vonatkozik? A szövegben ezelőtt a mondat előtt két témáról volt szó, a Pészák parancsáról és a Tfilin parancsáról. De a úgy értelmezi, hogy az, amit itt mond, az vonatkozik ö, egyaránt a Pészákra és a Sábeszre. A Mojádo a maga idejében az vonatkozik a Pészákra, mi a mi a Mima, napról napra az vonatkozik a Tfilinre. És ezért mondja azt, hogy a napról napra miért van kétszer írva, azért egyrészt, hogy nem éjszaka, másrészt, hogy nem szombaton. De a Bia Kivasz, hogy nem, nem, nem. Ez az egész mondat, ez nem foglalkozik az fininnel, ez csak a pészakkal foglalkozik. Akkor mit látunk? hogy A Bia szerint ezek szerint nincs ilyen tilalom, hogy nem szabad éjszaka hordani, és nem szabad sábeszkor hordani a finint. Világos mindenkinek? Még velem vagytok? Te még kevésbé? Oké. Okay. Most ott tartunk, tehát, hogy rabia kiva tűnik úgy, hogy azt mondja, hogy ő lesz az, aki azt mondja, hogy szombaton nem vagyunk föl, szombaton is mit a finin, és hogy éjszaka is egyenlőre még úgy látszik, hogy mit szólt finin. Elahadat na na fel <messzél> mit szólt ase léma de löjke rabia kiva, de irabia kiva kiven de mukileve pészak láv náméka. Kedrábi ávin, amerábi laid, amerábi ávin, amerábi hogy kamakam s nem állítsam, mert pembe áll, én elöblöjszász-e. Oké. Ez kell egy kis előzetes fölvezetés. Ugye van, vannak, ö, ö, amikor egy micvát leír a tóra, akkor tudjuk azt, hogy egy micva lehet asszé, lehet cselekvő, felszólító micva, és egy micva lehet Löjszászé, tiltó micva. Ugye ugyanazt a dolgot el lehet mondani felszólítóban, és el lehet mondani tiltóban is. Például a Pészach. Na, megyünk egy másra. Körülmetélés. A körülmetélés az egy felszólító, vagy egy tiltó parancs? Most mondjátok, hogy felszólító, biztos? Hogy a, mert lehetne úgy is nézni, hogy tiltó. Mert lehet, hogy a tilalom az az, hogy ne legyél körülmetéletlen. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy metéljenek körül lehet úgy fogalmazni, hogy ne legyen körülmetéletlen. Ugye? Egyél maceszt, ne egyél hamecot. Akkor egy micvánál még önmagában nem világos, hogy ez felszólító vagy tiltó. Kit érdekel, hogy felszólító vagy tiltó? Anélkül, hogy csináld meg. Legyél körülmetélve. Ez nem egészen van így, pedig vegyük a körülmetélést. A körülmetésnél, hogyha az a micva, hogy valaki ne legyen körülmetéletlen, akkor a körülmetélten születik, akkor azért gut, ahogy mondanák, idisül. Gesunde hét, váljék egészségére, és viszont látásra. Minden rendben van. Nem egy gyakori dolog, de előfordul. Ha viszont azt mondom, hogy ez egy asszé, hogy itt van egy felszólítás, egy cselekvésre való felszólítás, ha valaki körülmetélten születik, akkor körül kell metélni. Jó, nem lehet, mert már körül van metélve. Oké, akkor kicsit meg kell szúrni, vagy valamit kell vele csinálni, hogy a maga a cselekvő része ne hiányozzon neki. Oké? Egyrészt. Másrészt, milyen büntetés jár a mulasztásért? Más büntetés jár a tilalom mulasztásáért, és más büntetés jár a, a felszólítás mulasztásáért. A tilalom megszegésért és a felszólítás mulasztásáért. Most vannak olyan micák, ahol nem világos, hogy mi, mi, mi a helyzet. Hogy ez egy tiltás vagy egy, egy, egy felszólítás. Van, ahol teljesen egyértelmű, van, ahol nem egyértelmű. És a következőt mondja a Talmud a Kritut Traktátosban. azt mondja: Pécsah van Mila mitzvasáse. A Pécsah parancsa és a körülményes parancsa az egy felszólító parancs. E, pe, és ez annak ellenére így mondja a Talmud, hogy a Pécsah kapcsán van egy olyan mondat, eh, mondat, amit most mondtunk, és a Mártesz a huka az öszlem a járdami és tartsd meg ezt a törvényt eh, maga idejében napról napra. És a Talmud egy másik helyen azt mondja, hogy eh, ha bárhol a tóra azt mondja, hogy tartsd meg, az azt jelenti, hogy itt van egy tilalom is, nem csak egy felszólítás. Oké? Okay? Te nem vagytok egyelőre? Most. Ha azt mondom, hogy van, bárhol, ahol a Tóra azt mondja, hogy tartsd meg, ott van egy tilalom és egy felszólítás, nem csak egy felszólítás, hanem egy tilalom is. És Rabbi Kiva azt mondta, hogy ez a mondat, hogy és tartsátok meg ezt a törvényt a maga idejében napról napra, ez a Pészákra vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a Pészák mit Az nem csak egy felszólítás, hanem egy tilalom is. És ennek ellenére mit mond a Talmud, hogy a Pészák és a Mila, a Pészak és a körülmetélés, az egy felszólítás. Akkor ha azt mondod, hogy akkor ezek szerint mi jön ki, hogy a kiva a Talmudnak ezzel az állításával, hogy a Pészak és a körülmetélés, az egy felszólítás, és nem egy tilalom, azzal nem ért egyet. Mert szerinte ez a mondat, hogy tartsátok meg ezt a rendeletet a maga idejében, napról napra, ez a Pészakra vonatkozik, és nem a Filinre. Tehát akkor a Pészaknál ott van szó, hogy tartsátok meg. Tehát akkor az egy tilalom is, nem csak egy felszólítás. Oké? Okay? Azt mondja, a Talmud a finú téma, a Rabbi Akiva is, amely Láv Láv is, amed, a lav, lav is, amed a sei a sei. Azt mondja, a Talmud nem, mert Rabbi Akiva ezt mondhatja úgy, magyarázhatja úgy, hogy amikor azt mondjuk, hogy mindenütt, ahol az van írva, hogy tartsátok meg, az egyben egy tilalom is, ez csak azt jelenti, hogy akkor, hogyha tilalom jellegű az, amiről szó van. De ahol felszólító jellegű, azt csak megerősíti a felszólítást. Oké. Okay. Oké, okay, akkor most egyelőre hol tartunk? De Kiva azt mondta, úgy tűnik legalábbis, hogy ő nem fogadja el azt a azt a, azt a, azt a tanulá, tanulást, azt a következtetést, hogy, ta, hogy a. Partsátok eh, meg ezt a rendeletet a maga idejében, napról napra ez a vonatkozik, és ezért nem mondja azt, hogy napról napra az azt jelenti, hogy nem éjszaka és nem szombaton. Tehát szerintem szombaton lehet finintenni, kell finintenni. Itt tartunk most, ugye? nézzük meg ezt jobban. Tényleg ezt mondja, hogy kiva? Szombaton kell filint filin tenni? van egy brájta, amiben egészen más mond, a kiva. Mert a tánya arra, kiva, hogy mert jahalén jahadom tvinin, és abban azt mondja, mint a imént, támad már, vagy ha jöjjön, ha le, Azt mondta a kiva egyszer, az ember azt gondolná, hogy esetleg szombaton és ünnepnap is fel kell venni a filint akkor tudja meg, hogy nem kell miért, mert a Tórában az van írva Mózes második könyvének 13-as fejezetében, a 9-es mondatban, legyen jelként a karodon, és a jelszót használja a szombatra, a twin Mi Miset mikor kell föltenni, azokon a napokon, amikor szükség van erre a jelre? De azokon a napokon, jatszó Énuseink, Gufanois. De azokon a napokon, amikor maga az a nap, az ö, jel, akkor nem kell. A csak a biztonság kedvéért, hogy te biztosan követjük az eseményeket, gyorsan fölírjuk, hogy miről, miről, van szó. Tehát itt tulajdonképpen két egymás utáni, ez, ez két egymás utáni mondat. Mózes Smot 2, Mózes 13, 9 és 10. Mi az első mondat? Az első mondat az közd jelként a karodra, stb. Ez az első mondat. Második mondat: legyen nektek rendelet. Vagy nem, tartsátok, bocsánat. Tartsátok ezt a rendeletet a maga idejében napról napra. Mi először ezzel a második mondattal foglalkoztunk, és azt mondtuk, mit jelent a napról napra? Azt jelenti, hogy napról napra, nem éjszaka, és nem minden nap, tehát nem szombaton vagy ünnepnap. De mit mondott Rabia Kiva? Rabia Kiva azt mondta, ez nem nem jó, mert ez az egész mondat nem a finire vonatkozik, hanem a pészakra. Oké? Okay? Akkor ezek szerint rabia kíván, most ott tartunk, hogy rabia kiva szerint kell éjszaka is, meg kell sáveszkor is tenni a finint. Azt mondtam, hogy nem, de látom azt, hogy van egy másik tanítás rabbiak kívának, aki azt mondta, hogy jelként innen mit mondott rabia kiva? Hogy jelként kivéve a jelnapokon, ami maga is egy jel. Mit jelent az, hogy jelnap? Például a sábejesz, vagy ünnep, ugye a jel az az, amikor egy jel arra, hogy van egy szövetségünk Istennel. Azért kell a filint föltenni, mert ez kifejezi, hogy van egy szövetség Istennel. Mikor kell fölvenni ezt a jelet? Akkor, amikor ezt meg kell mutatni. A szombat maga, az az egész nap, az egy jel. Valaki ránéz egy zsidóra a szombaton, miért viselkedik ilyen furcsán, nem ül autóban, nem cigizik, nem telefonál, nem... Minek? Azért, mert ez egy jel, Istennel való kapcsolat, akkor nem kell még egy jel. Ezt mondja Rabbi hú. Akkor ezek szerint eh, Rabbi Kiva is azt mondja, hogy nem kell szombaton föltenni. Lehet, hogy azt mondja, hogy éjszaka föl kell tenni, mert azt még nem látjuk. Ugye, hogy az, az, aki elfogadta a másodikat, azok szerint már van, van forrásunk arra, referenciánk, hogy sem szombaton, sem éjszaka. Rabbiak, arra van csak referenciánk, hogy csak hogy szombaton ne. Éjszaka még mindig lehet, hogy ő azt mondja, hogy kell. Okay? De mindenképpen a mi misztánknak a tának az első véleménye, nem lehet Rabbiak kiva, mert azt úgy magyaráztuk, hogy az első vélemény szerint szombaton is kell finintenni, és ezért lehet csak egy finint hozni, hozni, vinni. Itt vagytok még? Super. Akkor egy másikat kell találnunk. Kell valakit találnunk, aki azt mondja, hogy szombaton kötelesség filinteni. Most egyenlőre mind azok, akik, mind rabi Jaiszi, a mind Kiva, azon a véleményen vannak, hogy szombaton nem kell filinteni, csak az egyik a tízes mondatból tanulja, a másik a kilencesből, de ugyanazt mondják. El a azt mondtam, akkor mondok egy másikat. Van egy másik tána, egy másik mester, aki a következőt tanította a brájtában. De tánya, ha ne jörbe lájle racahai lejtsz divre rabnasan. Jöjjön mert én már mer, filmben, állj le. Azt mondja a Talmud, van egy, van egy uh, bright, amelyik azt mondja, hogy Rabbi Nátán azt mondta, ha vala, elérkezik az este, és te még ébren vagy, ugye régen azért többnyire este már lefeküdtek aludni az emberek, nem volt ilyen jó közvilágítás, nem kellett a nyolc órás. Uh, uh, korlátozás ahhoz, hogy hazamenjenek. De ha te mégis kivételesen ébren vagy, akarod rajtad maradhatat Filin. akarod leverted, de akarod rajtad maradhatat. Mit mondott Rabbi Jönnös Laki? Te azt mondja, hogy nem, éjszaka ne hordjál, Filin. De Rab Nátán azt mondta, hogy éjszaka hordjál. Ha ő azt mondja, hogy éjszaka hordjál, akkor bizonyára azt mondja, hogy Sábeszkor is kell hordani. Ha ez így van, akkor megvan, hogy ki mondta azt, hogy Sábeszkor kell hordani. Mi nem stimmel ezzel, azt mondja, hogy egyszerű. De amilyen kívánná is azt mondja, hogy éjszaka kell hordani, és Sábeszkor mégis azt mondja, hogy nem kell hordani, akkor lehet, hogy rábi Nátán is hiába azt mondta, hogy éjszaka kell hordani, lehet, hogy azt mondja, hogy Sábeszkor nem kell hordani. Tehát még közvetlen bizonyítékunk arra, hogy Sábeszkor nem kell hordani, az finint még mindig nincs. Oké, okay. akkor még mindig nem jó. Kell egy. Még mindig nem találtuk meg azt a mestert, akire azt tudjuk mondani, hogy szerinte Sábeszkor kell finintenni. Már van két olyan mesterünk, aki azt mondja, hogy éjszaka kelt tfinint tenni. Rabbi Akiva és Rabbi Natán. De olyan, aki azt mondja, hogy sávészkor is kell, még mindig nincs. Most, a következő előtt, itt uh, újra egy kis előzetest kell, uh, egy kis felvezetésre van szükség. Mindenki tudja, a nők nem tesznek finint Miért nem tesznek a nők filint? Időhöz, ah, időhöz kötött, mit szól? akkor először is tisztázzuk. Ha ez egy időhöz kötött micva, akkor valamilyen korlátozás kell, hogy legyen vagy éjszaka, vagy sábe, ez valami ki kell, hogy essen. mit jelent az időhöz kötött micva? Hogy nem egy folyamatosan megtartandó valami, hanem egy bizonyos időpontban, csak nappal, csak az új év napján, csak a nem tudom. És azt mondtuk, minden olyan micva, már ráhottraktátusban traktátusban foglalkoztunk ezzel, minden olyan cselekvő micva, ami időhöz kötött, az a nők föl vannak mentve. Oké. Okay. Kérdés az az, hogy ha egy nő föl van mentve egy micva alól, az azt jelenti, hogy tilos, hogy csinálja, vagy csak nem kötelező, hogy csinálja? Igen? Oh. Very good question. Van egy pár kivétel, mind a két irányba. Van olyan micva, ami nincs időhöz kötve, és mégis a nőkre nem kötelező, Ez melyik? A pajesz. meg kell hagyni a pajeszt, a nőknek nem kötelező. És van olyan mitzva, amelyik időhöz kötött, és mégis a nők tartják, de a, ö, most nem mint teszem értem melyik, de a, a, a nida nem, mert nida az nem egy, nem, az nem egy, ott nem egy felszólító micva, hanem egy tiltó. Nem szabad egy nida nővel együtt lenni. A mikve csak feloldoz a tilalom alól. De ez nem egy, nincs egy ilyen mit hogy menj el a mikvébe. Ha nincs férjed, akkor nem kell mikvébe járni. Üh, nem, de a gyertyagyújtásnál ugye az egy kivétel, csak a különbség az, hogy a az nem egy tórai mitzva. A gyertyagyújtás egy rabbinikus rendelet. Azért rendelték el a rabbik, hogy azért rendelték el a rabbik, hogy a ház békéje meg legyen. Ne sötétbe együk a péntek esti vacsorát. Ez a Egyszerű magyarázat a, a, a péntek esti gyertyákra. De jön nagyon jó a kérdés. Oké, okay, nézzünk. Mi? A ah, ah, Nagyon jó, a ugye itt. A, 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 a van egy pár olyan mit, amire a Talmud azt mondja, hogy a nők magukra vették ki, nem kötelező. A luláv. Az, 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 a, ami a sátorval és nem, az egyáltalán nincs. Azt mi csináljuk, ha van hely, de nem, nem. De a sófár, a lulában nem vagyok biztos most írtam, a sófárban igen, és a szédereste, a, a széderesti maceszevé, stb. stb. Ezek időhöz kötött felszólító micvák, amiket magukra vettek a nők. Most mi a helyzet, akkor nézz, nézzük a filinne. Következőt mondja a Talmud. De tánya, Michal Baszkusi, hajszaman nehez filin. Volt egy nő, akit úgy hívtak, hogy Michal Kusi lánya. Érdekes, a Kusi azt jelenti, hogy néger. És valószínűleg a, a, ki volt ez? Ez Saulnak volt a lánya. Mert a Kus becenevet használja Dávid király Saul királyra. Kus Benjamini. Kus jemini fia. Akkor Michal basz Kusi. Michal Kusi lánya, az Saul lánya lesz. Gondolom. Igen. Saul király lánya. Mit csinált ő? Hajszama nehezt finint. Ő hordta a filint, viselte a filint. mihubach a és a bölcsek nem tagadták meg tőle ezt. Nem mondták, hogy a jajvej. gyorsan le. Egy másik példa, ami istosan jöjjön a Isten a, a Jónásnak a felesége, pedig az ünnepre fölment Jeruzsálembe. Az is egy felszólító micva, és a bölcsek nem utasították vissza. Nem mondták, hogy nem lehet ilyet csinálni. Mit látunk ebből? Álmak, ez a micsa és az gramai. Ha tényleg igaz az, most foglalkozunk csak az elsővel, hogy Mihál Kusi lánya nem hordott finint, és a rabbik nem utasították ezt vissza, bizonyára miért nem? Mert azon az állásponton voltak, hogy a tfilin az nem egy időhöz kötött felszólító micva, hanem egy állandó felszólító micva. És ezért nem utasították vissza. Akkor találtunk egy véleményt, aki szerint a tfilin az egy felszólító micva, és nincs időhöz kötve, tehát Sábezkor is kötelező. Itt ezzel több probléma is van, mielőtt még a Talmud ezt el fogja vetni. De az egyik probléma az az, hogy akkor miért nem volt kötelező mindenkinek. Akkor miért csak Mihály hordta? miért nem mondták, hogy mindenkinek hordania kell? Minden nőnek? De nagyon furcsa választ ad a... Nem emlékszem ki. Azt mondja, hogy azért, mert azon a véleményen voltak, hogy ez egy felszólító mit szó, amihez nincs időhöz kötve, de a nőknek nincs olyan tudatosságuk, hogy, a, a, hogy tisztán tartsák magukat. Ez egy kicsit furcsa. És ezért nem, nem, kötelez, nem mégse kötelező. Ez egész, amiről beszélünk, az egy Havalmina, ez, egy, ez nem egy valódi, ez egy teoretikus dolog, mert mindenki fog derülni, az egész nem igaz, úgy, ahogy van. De mindenképp az egy ténykérdés, hogy Mihál Saul lánya hordta a és nem, a rabik nem mondták, hogy ezt ne csinálja. Miért nem? Bizonyára azért nem, ezek a rabik azon a véleményen voltak, hogy ez nem egy időhöz kötött vicve. Vagyis Sáveszkor is kötelező. Azt mondja a Talmud, ez, ez nincs így. É, mert lehet, hogy csak azon a véleményen voltak, vagy Dilma Szavarla, de Ammán Lehet, hogy nem azért nem utasították vissza, mert azt gondolták, hogy ez kötelező a nőkre is nézve is, mert ez nem egy időhöz kötött micva, hanem egyszerűen azért, mert ugyanazt mondták, hogy ez egy időhöz kötött micva, és egy nőre az nem kötelező. De attól még, hogy nem kötelező, még csinálhatja. És ez is különben a szabály. Mit csinálhatja? Mint ahogy a jai mondta, hogy a nők énan szömhősz, de ha akarnak, nosim szömhőszre Hogy a nők nem kell, hogy a kezüket rátegyék az áldozatra, de ha akarják, megtehetik. Miről van szó? Amikor egy áldozatot hoz valaki, akkor őt ö, fölviszi a szentébe, é, fölviszi a szentébe, és a, mielőtt a kohén levágná, a fejére ráteszi a kezét a, az áldozó. Ezt hívjuk Smichának. mamság napság a rabinikus, eh, hatjákra használjuk, rabinikus eh, avatásra, mert akkor is a fejét, a, vagy a kezére teszi a fejét a rabbi, aki fölavatja az ifjú rabbit. Itt az áldozatról van szó, szóval az áldozat fejére teszi a kezét. A nőknek ez nem kötelező, de a is azt mondta, hogy attól még, hogy nem kötelező, csinálhatják. Ugyanígy van szó szóval itt is. Attól még egy mit szóval nem kötelező, mert időhöz van kötve, egy nő csinálhatja. De illői téma, ha is, és aztán jön, ha is hogy szóval legell, hogy már az áldozat ennek nem és amúgy is ez kell, hogy legyen a logika, hiszen a Misna két esetet is említett. Az első volt Mihál, akit Filint rakott, a másik volt e, Jónás felesége, aki fölment Jeruzsálembe az ünnepre. Most fölmenni Jeruzsálembe az ünnepre az biztos, hogy egy időhöz kötött micva. Senki nem mondja azt, hogy. Tehát akkor nem lehet, hogy nem azért nem utasították vissza, mert azt gondolták, hogy ezek nem időhöz kötött micvák, de ezek időhöz kötött micvák, hiszen a fölmenetel Jeruzsálembe az arándoklat, az biztos, hogy. Egy ö, időhöz kötött micva. És ott is azt mondjuk, hogy nem utasították vissza, magyarul, ezek nem időhöz kötött micvák, csak attól még, hogy valami nem kötelező, még nem kell, ö, attól még magára velti. Tehát összefoglalva, most a, 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 a nők kérdésé. Tehát a nőkre nem kötelezők azok a micvák, amelyek időhöz vannak kötve. Az, hogy Michal fölvette a finint, és a rabbik nem utasították vissza, az azért van, mert attól még, hogy egy van egy, nem kötelező valakire, nem kötelező a nőkre, attól még csinálhatják. Ez egy felmentés, nem egy tilalom. Egy nőre nem kötelező a fény, de akarja csinálhatja. És ezért Mihál, ha akarta, csinálta, senkinek nem volt ezzel problémája. Most ez egy másik kérdés, hogy manapság, ugye tudjuk azt, hogy felháborodást szokott kelteni hagyományos zsidó körökben, amikor mondjuk reformista nők. Filinben szaladgálnak a, a, a Siratófalnál, a Kotelnál, vagy filmben imádkoznak, é, és itt egy, egy, hatalmas félreértés van. Különben nem csak a közvéleményben, még, a, még a, a, az ortodox közvéleményben is. Nem az a probléma azzal, hogyha egy nő fölvesz egy Filint, hogy oj, véj, nem tudom, hogy tiszt, meg, megszentségtelíti a Filint, vagy hogy nem tudom, én a Táleszt, vagy hogy egy nőnek tilos lenne Filint lenni. Látjuk, Mihály hordta a Nem volt ezzel semmi probléma. Azóta van probléma azzal, hogy egy nőt, filint hord, hogy ez szimbólumává vált a reformistáknak. Ugye? Semmilyen más micvát nem tartunk. Nem tartjuk a Sábehez, nem tartjuk a, a Mikvé, semmi. semmi. Még azokat a micvákat semmi, ami kifejezetten női micva. Mi tartunk pont a filint. Miért? Semmi köze a micvákhoz. Nem azért, mert én nekem ez egy micva, nem azért, mert ez a feminizmusnak a sajátos... Ö, 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 Logikáját akarjuk bevezetni egy olyan dolognak semmi köze a feminizmushoz. Magyarul, én ez nem egy, emlékszem, hogy, hogy mentünk kirándulni Izraelbe a gyerekekkel, és a macadánál voltunk, és volt egy csoport amerikai fia, zsidó fiatal, és minden lányon volt kipa, egyetlen egy fiún sem volt kipa. Miért? Mert a kipa hordás nem egy, nem egy vallási cselekedet, hanem az egy, az egy a feminizmus kifejezése. Ha a vallásról van szó, az azt jelenti, hogy én azért hordok filint, mert nekem nagyon, én szeretném ezt a mitszát tartani, mint ahogy sok nő lengeti a lulávot, a sátorban eszik, sófárt hallgat, eh, elmegy a a, a megcsinálja. Ez teljesen ezt, ezt, ezt nem van. De onnantól fogva, hogy ez egy szimbólumává vált a vallástalanságnak, mert ne felejtsük el, a reformizus azzal jött létre, hogy eltávolodjunk a vallástól. És ennek egy része, hogy, hogy a úgymond. Eh, úgy tekintünk a hagyományos vallásra, mint ahol a nők és a férfiak, a nők el vannak nyomva, akkor a női elnyomás levetése szimbolikusan a cvilin, ah, oké, okay, ennek semmi köze a mit És ezért, ezért van ez manapság, ezért tekintenek hagyományos körökben erre szentségtörésként, mert azt gondolják, hogy ezzel tulajdonképpen nem, azzal, nem azt akarjuk kifejezni, vagy nem azt akarják ezek, akik ezt csinálják kifejezni hogy nekik minden mit fontos, és ez mi. Nem a hagyományőrzést akarják erősíteni, hanem pont a hagyományt akarják felrúgni. Van egy hagyomány, és akkor pont felrúgjuk az egyik oldalról, hogy amit kötelező, azt nem tartunk, ami meg nem kötelező, azt meg tartjuk. Akkor az ugyanaz a gang, ugyanaz a gondolatiság, csak nem a negatívban, hanem a pozitívban. De önmagában nem lenne tilos egy nőnek finint hordani, ahogy, sőt, hogy akarja, akkor hordhatja, ahogy itt is látjuk. Oké. Okay. De ja, visszatérve a mi, ö, a mi történetünk, az akkor még mindig nem sikerült megtalálni azt a mestert, aki azt fogja mondani, hogy a Tfilin kötelező sábeszkor. És mi még mindig ezen harcolunk. Ugye most próbáltuk legutóbb innen, de ez se sikerült, mert kiderült, hogy lehet, hogy attól még, hogy nem utasították vissza, hogy Mihály hordja a Tfilint, az csak azért volt, mert attól még, hogy nem kötelező hordhatja. Akkor ki mondja azt, ki az, aki azt mondja, hogy sábeszkor kötelességet filin. Ezt próbáljuk meg mindig megtalálni. Azt mondja, a el a de tányamóicet filin, mach nissan zug-zug, echod is, echod is, echod hados, ez echod is divre rabi miért. Azt mondja a ha valaki talál egy filint, akkor vigye be párosával, nem kettőt, hanem mindig csak egy párt, legyen az új filin, vagy dégit filin, legyen az az ember, nő, vagy férfi. Rabbi Yehuda iszer, bechadosh és be pedig azt mondja, hogy csak a régit filint, az újat nem. Emlékeztek, miért régi, új? A mi mit mondott? Igen, a mi mind melyiket lehet megmenteni? A régit vagy az újat? A régit. Miért? Mert amit a Klári mond, mert van rajta csomó. Ami nincs csomó, az valószínűleg csak egy amulet. Ha csak egy amulett, akkor nem lehet. Oké. Okay. Most mindenképpen át kell pligi el a Vekadoszféért, most látjuk, hogy a Brájtában, Rabbi Meir és Rabbi Huda között a vita az csak annak kapcsán volt, hogy az új finint vagy a régi finint, hogy amulett, nem amulett, ennek kapcsán volt vita. De annak kapcsán, hogy egy nő is fölveheti a finint, már nincs vita. Azt mondja, akár nő, akár férfi fölveheti a finint, hogy bevigye, hogy megőrizze Sábezskort. Smajmina, mit szólsz asszé? se lője az mángrama, hú, vagy kalitizás, se sem az Szóval akkor megint csak látjuk a nő, fölveheti a megint nem próbálkozik, akkor ezek szerint a nőkre is mit szólt mert Miért mit szólt Mert nem kötelező, mert nincs időhöz kötve. Ha nincs időhöz kötve, akkor Sábeszkor is kötelező. Talmud, Dilma szával a és a sem szólom, azt ugyanúgy, ez nem egy jó ö, ö, bizonyíték, mert lehet, hogy a nőkre nem kötelező, de akarja, csinálhatja, és ezért fölveheti, hogy megmentse és nem, ez nem ez, ja, innen még nincs bizonyíték, hogy a, a az nem egy időhöz kötött micva. Azt mondja, a az, Talmud, lőszálka dájkba, de lőrabi mér szavel akarabi észre, de lőrabi ide közre észre, lőrabi mér szavel akarabi de én mágfélesztő nélkül, ez mindig szkajá, ezt de mér. de de a szamák nézze, a szömke ennyi sem szavel, rabi nem sem Manni Remi Huda. Azt mondja, a Talmud elveti ezt, és azt mondja, nem lehetséges. Mert mit mondtunk most? Azt magyaráztuk, hogy miért mondja azt a misna Rabbi Meir és Rabbi Yehuda, nem a misna, Rájta. Miért mondja azt Rabbi Meir és Rabbi Yehuda, hogy akár nő, akár férfi felveti a filint, mert bár nem kötelező a nőre, hiszen időhöz van kötve, de attól még, hogy valami nem kötelező, attól még megcsinálhatja. Ahogy ezt Rabbi Yaisziag Lili mondta, azt mondják, hogy igen, de rabbi Mayer és rabbi Huda nem értenek egyet rabbi miért? Mert látjuk azt, hogy mind rabbi hajszí, mind rabbi méir, mind rabbi Mayer, mind rabbi húda. Egy, egy esetben konkrétan mondják, hogy, attól, hogy ha valami nem kötelező, a, a, a valami alól föl vannak mentve a nők, akkor azt nem is csinálhatják, nem is veltik magukra. Nem ez az általános, mert általánosan elfogadjuk azt, amit rabbi hajszí mond, de ők ezt nem fogadják el, és ezzel le is van zárva a ez a kérdés, és valóban azt fogadjuk el, hogy uh, Rabbi Yehuda és Rabbi Meir az, akik azt mondják, hogy a cfilin az nem egy időhöz kötött micva, és ezért Sábeszkor is kötelező. Ha Sábeszkor is kötelező, akkor ez a tanakama, a mi tanakámánk az első vélemény a Misnában, aki azt mondja, hogy mivel Sábeszkor is kötelező a cfilin, ezért <coughs> csak egy párt lehet belőle egyszerre fölvenni, és Rabban Gamliel pedig azt mondja, hogy mivel sábeszkor nem kötelező az filint, ezért két párt is föl lehet venni, mert ruhának minősül. Akkor összefoglalva mindazt, amit eddig tanultunk, mert áttérnénk az utolsó részére a mai tanulásnak. Tehát azt mondjuk, hogy van egy vita a misnánkban, hogy egy filint vagy két filint lehet sábeszkor bevinni a közterületről a magánterületre. Tánakáma azt mondja, hogy egyet, Rabban Gamliel azt mondja, hogy kettőt. Miért mondja azt a káma, hogy egyet? Mert a Káma szerint mitzvat filint, ö, a finin mitzvája a szombaton is kötelező. Mert a mitzvat filin, a mitzvája állandó kötelesség a, a szerint. Ez nem a halaká, de a szerint így van. Ki az a Tána Rabbi Huda és Rabbi Meir. Szerintük kötelező a finin mitzvája mindig, ez szombaton is, és ezért csak egy mitzvát, egy finint lehet fölvenni. Oké? Okay? Gamliel azt mondja, hogy nem kötelező a film mitzvája szombaton, és ezért ez ruhának minősül, mert ruhának minősül, akkor arra a helyre, ahova azt a ruhát általában felveszük a biceps és a, a, homlok fe, a kutacs, arra annyit vertek fel, amennyi ott elfér, mennyi fér el, ott kettő, és ezért mondja azt, hogy kettőt lehet vinni. Ez a misnánk. Most ö, a Tfilinre visszatérve, az a véleménye, amik azt mondja, hogy a Tfilin nem időhöz kötött micva, az azt is mondaná, ezek szerint, hogy a nőkre is kötelező. Ez nagyon furcsa, hogy t -t -t, tényleg ezt mondják, mert... De ezt mondják. De és Rebi mér. Az a vélemény pedig, amikor azt mondja, hogy a filin nem kötelező a nőkre, ő azt fogja mondani, hogy ugyan nem kötelező, de ha akarják, akkor csinálhatják. Ugyanúgy, ahogy minden más micvát is, ahogy a mondta, minden más viccvá is, hogy attól még, hogy nem kötelező, hogy fel van al alulra mentve, ha magukra akarják venni, akkor magukra vehetik. Oké. Okay. Utolsó dolog, amire ma tanulni fogunk, az a cicesz tudjuk azt, hogy a cicesznek mi a micvája, a ruha négy sarkára aggassunk szemléltető rojtokat. A tóra úgy fogalmaz, hogy ezek legyenek sodort rojtok. Sodort vagy sodrott? Sodrott. Sodrot vagy sodort? Rabbi Meir ezt mondja, Rabbi Huda azt mondja, Rabbi Kálmán ezt mondja. Rapp zsuzsi azt mondja, kinek van igazabb. Oké. Okay. Mindegy, sodort, vagy sodrot... hogy mondják ezt? Fonál, vagy gyapjú szál. Vakannaf hely lesz, és legyen benne egy kék szál. Ez a kék szál, ez egy bizonyos festékkel volt megfestve, egy, egy tengeri állatkának a váladékával. És ez egy volt a négy szál közül minden négy sarkon. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a, a ciceszünknek egy-egy szála az kék volt régen. Érdekes, nem mindenki tudja. Ezért van az, hogy a ciceszen és a táliszon is vannak ilyen kék csíkok, vagy kék, vagy fekete csíkok. Ez minek az emlékére van? Ma már nem tudjuk, milyen az az állatka, amiből a kék szint nyerik, és ezért nincsen kék színű rajtunk, de a micvának ezt a részét is emlékül meg akarjuk tartani, és ezért a ruhára került rá a Csík. És innen jön az izraeli zászló. Az izraeli zászlóban azért van két csík, mert az egy tálisz tulajdonképpen. Oké. Okay. Most. Amikor megfe megfestik a rajtot, akkor azt a micvac érdekében kell festeni. Vannak dolgok, amiket csinálunk, amikkel eh, amikre egyértelműsíteni kell, hogy az adott dolgot egy micva érdekében csinálom. Például, írok egy tóra tekercset, akkor miért megírnám, ha elkezdenék írni, azt kell mondanom, hogy Sém, dusha, safer A tóra teker szentségére. Ugyanígy, ha, ha, ha megfestem a kék szálát, a szálát a cicesznek, akkor azt azzal a szándékkal kell festenem, hogy abból cicesz lesz. Ha más szándékkal festettem, akkor az már nem jó. Oké? Okay? Amirábil azzal a Mőjcít, Hénezve, Sókle, Sajnezve, Szulajsz, Hutting, Séni. azzal azt mondja, mi van? Succént, mi van akkor, találtam az utcán kékre festett gyapjút. Azt mondja, ha ez a gyapjú, ez egy gyapjú, sál, vagy nem sál, gyapjú, hogy mondaná, nyelv szó szerint a, a Héberben, egy, egy vastagabb darab, akkor azt nem lehet ciceszre használni. Ha viszont ezek sodrot szálak, szálak, akkor azt lehet Ciceszre használni. Miért? Más nagy az amara dájtad a glimac szó. hogy nem mint Miért? Mert abból indulok ki, hogy ha ezek, ha ez egy nagyobb nyelv, akkor azt nem cicesz érdekébe festették meg, hanem csak azért, hogy valamilyen ruhát akartak, kék ruhát akartak hordani azt van? A szálnál is lehet azt hogy azért van ez a szál, mert díszként akarták használni a ruha szélén. Nem az, mert cicesz. Honnan tudod, hogy azt cicesz miatt festették meg? Azt mondja, tam, és zurin, ami ez egy sodrot szál. A sodrot szállat, azt nem az emberem. Azt mondja, hogy, jó, hogy egy sodrot szállat is lehet az a ruha szélére felrakni, mint dísz. Azt mondja, hogy igen, de muf szakin. Azt mondja, igen, de ez egy olyan sodrot szál, ami már el van vágva. Ja, hogyha ez egy olyan szál, ami nem sodrólt, akkor azt lemondhatnád, hogy varrásra. Ha ez egy sodrólt, akkor mondhatod azt, hogy a ruha szélére egy diszként. De hogyha ezek elvagdosott, egyenlő ö, méretű szálak, akkor az valószínűleg nem azért van, hogy a ruha szélére tedd, mert a ruha szélére akkor ez egy, egy gombóc lenne, hanem azért, mert cicesznek készítetted előtt. Ilyen messze, nem megy el az ember azért, hogy földiszítse a ruháját, hogy nem, hogy megsodorja a szálat, meg befestik kékre, még le is vágja a méretre. Amár abba, vagy kiadom tőriák, lászuszka, mint finin? Azt mondja a Talmud, aha, szóval szerinted az ember egy díszítés érdekében nem megy ilyen messzire. Hogy Tehát értsétek ezt a logikát. Ugye, ha a cicesz az egy ruha volt. Ugye? A divatot mi ihlette, azt, amit az emberek hordtak, ugye? Manapság is van, amikor a divatot megihleti valamilyen hagyományos közösségnek az öltözéke. Ugye? A kortárs divatban, nagyon nagy ismerője vagyok a divatnak, akkor egy kortás divatban van mindenféle ilyen ruhadarab. Oké? Okay. Ha a zsidók korták a ciceszt, akkor volt egy ilyen divat, hogy a cicesz jellegű, ciceszszerű rojtokat tettek a ruhájukra. Oké? Okay. A kérdés ez, milyen messzire megyek el, hogy a ciceszszerű dolgot csináljak a ruhámon? Teljesen olyan legyen, mint a cicesz. Azt már nem. Olyan messze nem megyek el, hogy be is vessem kékre, le is vágjam a darabokat, mit tudom. Ne, az egy kicsit olyan legyen, de az, hogy pontosan olyan legyen, oda nem messze mert nem megyünk el. Azt mondja, Talmud, igen? Olyan messze már nem megyünk el? Nézd meg a mi misnánkat. Mit mondott a mi misnánk? Hogy egy filint, amit találok az utcán, Sábeszkor, az be lehet vinni, kivéve, hogyha még, ha új. Magyarul nincs rajta csomó. Miért? Mert az lehet, hogy egy amulett. Aha, szóval egy tfilint, amit nem tfilinként akarok használni, hanem díszként, amuletként. Azzal elmegyek odáig, hogy olyan messzire menjek, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint egy tfilint, de a cicesznél nem megyek el olyan messzire, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint a cicesz. Miért nem ennék el? A tfilintnél is látjuk, hogy egy apró különbség van, csak hogy nem csomózták meg. De a nagyon bonyolult elkészítése a ugyanúgy néz ki. Akkor ugyanúgy a cicesznél is lehet, hogy odáig elmegyek, hogy levágom a, a, a azt mondja a Talmud, amára bizére leháva bré, prukta a uáma icit, helyetbe suszló szülin, sem, fiş, én, pszulin, húti visszaknyi sejn, Azt mondta erre a bizére, oké, okay. de akkor, akkor most mi van? Hát itt, itt van egy brájta, és a szemben, hogy a misnával. Akkor meséld el a bölcseknek, akik a misnát tanították, hogy igen, van egy ilyen brájta, hogyha valaki talál ö, kék ö, gyapjút az utcán, akkor ha az nyelv az jó, de ha nem nyelv, akkor nem jó. Azt mondja a Talmud, amely rave is, hogy tanila áva breider áv zére, la, te lala, lát nám be, mert van a én is el a nai, de tányi messze fi mehtesz, mert zúg, is, is, stb. 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 összefoglalva. a dolog lényeg az az, hogy akkor két vélemény van. Az, 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 és az egyik vélemény azt mondja, hogy az ember a divat kedvéért elmegy nagyon messzire, még olyan, olyan erőfeszítést is fog tenni, hogy pont úgy nézzen ki, mint az igazi filin, pont úgy nézzen ki, mint az igazi cicesz, és ez a mimisnáknak a véleménye, annak a brájtának a véleménye, amelyik azt mondja, hogy ö, az ember azért, hogyha a divat kedvéért nem megy el olyan messze, hogy pontosan olyan cicesz rojtszerűket készítsen díszként, mint ami az igazi cicesz, és ezért, hogyha Cicelsz-szerű rojtokat találok, akkor feltételezhetem, hogy az igazi cicesz, ez pedig az a vélemény, aki azt mondja, hogy nem megyek olyan messzire el a divat érdekében idáig tartott a mai tananyag. Köszönöm szépen mindenkinek, találkozunk holnap este a Facebookon, holnap után este a Facebookon, hétfő reggel, hétfő reggel pedig ismét itt a zsinagában, de természetesen ma este Sábezt együtt köszöntjük, és annak érdekében, hogy mindenki este 8-ig haza tudjon érni, egy fél órával korábban fogunk kezdeni. Fél hatkor tanulás, hatkor ima, sok-sok szeretettel várunk mindenkit, illetve holnap reggel 10-kor, ugyancsak sok szeretettel várunk mindenkit. Got Sábez, salom!